ez egy felhő, igaz? Ez egy felhő. Ha felhőből leesett az esőcseppecske, akkor utána a napocska felszárítja az esőcseppeket, és a meleg hatására az esőcseppek elpárolognak. Izgalmas kiállítás nyílt meg november 10-én, és várja a látogatókat egészen november 13-áig a Lóversenytéri Közösségi Házban. Az interaktív tárlat a tudomány segítségével, de játékos formában hívja fel a kicsik és a kicsit nagyobbak figyelmét a környezetünket fenyegető veszélyekre, illetve arra, mi az, amit mi tehetünk szűkebb és tágabb élőhelyünkért. Ha valamikor, hát most igazán van létjogosultsága ennek a kérdésnek. Az energiaárak, illetve az elmúlt nyár után, ahol egyre többen éreztük a bőrünkön, hogy igenis van globális felmelegedés és környezetvédelmi problémák, még inkább fontos az, hogy picike gyerekkortól a gyerekek értsék, tudják, és úgy alakítsák ki az életformájukat, hogy a lehető legkevésbé terheljék a környezetüket, és tudjanak vigyázni az élőhelyükre. A gyerekeket az életkorukhoz igazított feladatok várták. A Csányi ovisainak itt például ki kellett pecázniuk a tengerből a szemetet, kiválogatni és a megfelelő helyre dobni. Az micsoda, Izabella? Papírt rakjuk ebbe. Nóra érdekes dolgot fogott. Én egy tojásos dobozt fogtam. És mit kellett csinálni a tojásos dobozt? Kidobni a kukába. Melyik részébe kellett kidobni a kukába? Papírkukába. És Marci is segít egy kicsit az újpestieknek. Például mit csinálnak a műanyag palackot? Dobják bele a műanyagba. És hogyha papír kerül a kezükbe? Akkor a kék. A Karinti negyedik céseit már komolyabb feladatok várták. Ennél a táblánál például azt kellett kitalálniuk, melyik szemétfajta mennyi idő alatt bomlik le. A válaszokra pedig nekünk sem haszontalan odafigyelnünk. Téged érte valamilyen meglepetés? Hát engem is, hogy az eldobható pelenka is 550 év. 550 év, az nagyon nagy. Igen. Te mit találtál itt, ami meglepett? Igazából a műanyagpalac az nagyon meglepett engem, hogy 450 évig bomlik le. A gyerekek emellett megismerkedtek a környezetbarát talajművelés fortéjaival, játékos tanácsokat kaphattak ahhoz, hogyan takarékoskodjanak a vízzel, óriás kirakósozhattak, láthatták kicsiben a napellen működését, és még számtalan csoda jött velük szembe a kiállító térben. De nem csak ott. Az előtérben ugyanis kézműves foglalkozás várta őket, ugyancsak a környezetvédelem jegyében. Nyakláncokat lehet majd csinálni, amit föl tudok venni a nyakatokba. A kis virágok közé meg szívószál darabokat fogunk, papír szívószál darabokat fölfűzni. Remélem, ügyesen tudtok fűzni. Igen! Jó, nagy időtök! És igazuk volt. Még ha a kiskezeknek az elején egy kicsit meg is gyűlt a bajuk az alapanyagokkal, mert hol ez, hol az pottyant le, a vége tényleg szép lett.